Szervusztok, gondolom tegeződhetünk attól, hogy valószínűleg én vagyok itt a kérdésben az egyik öreg tényleg. Az én történetem az valószínűleg nem nyúlik olyan nagyon vissza, mint a Szabó Pistié. Ám ebben a nexusban én azt hiszem, hogy borzasztó sok idő telt el azóta. Ez a borzasztó sok idő úgy 22 évvel ezelőtt kezdődik. Az első vírus a kezünkbe 1988 ősze környékén került. És gondolom nem mondjanak nagyon nagy újdonságot, én is katonatiszt voltam akkoriban, és a Magyar Honvédség informatikai szervizébe dolgoztam, aminek az volt a dolga, hogy a Budapest környéki számítástechnikai eszközöket üzemeltesse, javítsa, és így tovább. Ebben aztán voltak akkoriban nagyobb gépek, mint ahogy Lajos barátom az előbb említette, R55 is, de rengeteg, viszonylag sok PC kategóriájú gépet kellett javítanunk. Nem tudom, hogy valaki el tudja képzelni azt a szituációt, amikor telefonált egy hölgy, hogy emberek elkezdett potyogni a betű a számítógép monitorán. Gondoljátok végig, kikerekedett mindenkinek a szeme, és azt mondta, hogy ilyen a világon nincsen, mert ez egyszerűen felfoghatatlan. Az ott minden tökéletesen működik, elment a szervizautó, behozta a számítógépet, láss csodát, egy idő után valóban elkezdett potyogni róla a betű. Ugye akkoriban arról, hogy vírus létezik, és történt már ilyen a világon, már hallottunk, de élőbe látni akkor. És azt hiszem, hogy talán nekünk sikerült először. Mások is láthatták, csak lehet, hogy nem tudták, mi történt. Ez volt 88 kora ősze, és az év végére, ha minden igaz, akkor úgy emlékszem, három aktív és élő vírusunk volt már. Viszont rettentően kellemetlen helyzetben voltunk, mert nem tudom, fiatalabbak tudtok-e róla, mit jelentett régen a kokom lista. Ez egy igen szigorúan vett tiltó lista volt a műszaki technológiák kelet-európai országokba való szállításával kapcsolatban, és természetesen a PC, a hozzátartozó operációs rendszer ugyanúgy ezen a tiltó listán volt. Természetesen azért jöttek be az országba különféle alkatrészekbe egész számítógépek már jócskán. Ezek ilyen 286-os AT kategóriájú gépek voltak. És az is nyilvánvaló, hogy nem eredeti IBM copyright-tal látták el őket. Tehát az eredeti, az IBM betartotta ezt a tilalmat, más gyártók nem. Így aztán a hadsereghez is és az országban nagyon sok helyen különféle egyéb gyártók által készített gépek kerültek. A potyi pedig, akiről az előbb beszéltem, aki elkezdi potyogtatni a betűket, ő bizony azt vizsgálta, hogy van-e a BIOS belsejében egy IBM copyright, az ma is minden BIOS-ban benne van, természetesen, és ahol ez a copyright megvolt, ott ő szépen kilépett, nem csinált semmi disznóságot, ahol viszont ezt a copyrightot nem találta meg, ott elkezdtek potyogni a betűk. Aztán jött a következő év, ugye a kokom listához még egy nagyon rövid mondatot hozzá kell tennem, ugye nem csak a műszaki tehát a műszaki eszközök tilalmáról volt szó, hanem a dokumentációkról is. Tehát úgy kezdtünk el egy Cascade 1701-et megfejteni, hogy lényegében disassemblerünk nem volt, a BIOS belsejéről semmit nem tudtunk, a DOS, mint uralkodó operációs rendszer, néhány publikált funkciójáról természetesen igen, de akkor nem vírus lenne, hogyha ő azokat használná. De lényegében semmi nem volt a kezünkbe. A Cascade megfejtése két kollégámmal együtt csináltuk, gyakorlatilag gépi kódból, kézzel, hexa kódból fejtettük vissza a vírust, és értettük még nagyjából, hogy mégis mit csinál. Na, jött a következő ilyen áttörés, vagy hát igazából az első komoly probléma, ami Magyarországon előkerült, ez 89. februárja volt, a reboot. Ez egy bootvírus volt, és az volt az egyszerű tulajdonsága, hogy folyamatosan újraindította a gépet. Kicsivel később, ugye év vége felé, volt az igazi pániknap, ez a péntek 13-a. Arra már elég kellően fel tudtunk készülni, és egészen komoly szoftveres hátteret tudtunk ahhoz biztosítani, hogy megtaláljuk.
És azt hittük, hogy jól tesszük, és ki is írtsuk ezt a vírust adott programból, de ennek ellenére mindenhová nem jutott el. Sem a hír, sem a hit. Higgyétek el, hogy hihetetlen nehéz volt az embereket arról meggyőzni, hogy bizony számítógép vírus már pedig létezik. Az az igazság, hogy olyan, ha már sztoriról van szó, képzeljétek el, amikor telefonálnak, és egy doktornő mutatkozik be a telefon túlsó végén, és igen komolyan, erőszakosan arra próbál rávenni, hogy ő mindenhez hozzáfér, elektromikroszkóphoz, mindenhez, vigyük el neki, mutassuk meg, hadd nézzenek. És ez megtörtént, a telefon másik végén én voltam. Esküszöm, megtörtént. Annyira nehezen fogták fel az emberek, hogy létezhet valami olyan intelligencia, ami képes önmagát reprodukálni, képes olyan kárt okozni, mint amilyet a biológiai vírus kárt tud okozni, hogy el se tudom mondani, mennyire nehéz volt megértetni az emberekkel, hogy már pedig ez a dolog létezik és él. Múlt az idő, és alig egy év elteltével durván 200 élő vírusunk volt. Én az élő vírusra mindig akkor fogom ezt a kifejezést használni, hogyha az a példány megvolt, illetve volt nekünk abból. És életet tudtuk elteni, el tudtuk indítani. Annyira nyomasztó volt már a hitetlenség. Higgyétek el, én életemben egyszer, először és utoljára telefonáltam be egy rádió műsorba, amikor a riporter reggel azt mondta, hogy már pedig ez butaság, és telefonáltak emberek többen. Nekünk akkor már annyi vírus volt a birtokunkban, hogyha azt föl tudtuk volna tenni egy floppy lemezre, én azt mondtam a rádióban akkor, hogy kollega úr, semmi más nem kell csinálni, dugja be a floppyt a gépébe, soha többet nem szabadul meg tőlük. Tehát megérett az időnk arra, azt gondoltuk, hogy megérett az idő arra, hogy valahogyan rendet tegyünk a fejekbe, és ebből következően megszületett tudomásom szerint a Kelet-Európában biztosan, Kelet-Közép-Európában biztosan az első olyan írott mű, amely megpróbálta valahogyan rendszerezni és összefoglalni a számítógép vírusokról szerzett tudást. Sajnos a kiadó nyomására és egyéb más külső behatásokra, ilyen egyszerűen szólva, nem publikálhattunk olyan kódot, amit megértettünk, nem mondhattuk el senkinek, hogy hogyan is kell ezt csinálni, hogy mások hogyan csinálják. Ez az akkori világ nem engedte. Így aztán mégiscsak belekerülhetett 85 vírus ismertető leírása, némi tipológiai anyag, ami megpróbálta valahogy rendszerezni ezeket a vírusokat, belekerült olyan részletes leírás 85 ismert és megfejtett vírusról, amely elmondta, hogy milyen szkennerekkel lehet felfedezni, hogyan lehet eltávolítani őket, mi a hatása, mit vesz észre a felhasználó. És azt azért hozzá kell tennem, hogy szerzőtársaimmal együtt nem az volt a célunk, hogy saját magunkat fényezzük ez ügyben, és a könyv minden egyes ismert vírus mellett természetesen közölte azt is, hogy melyik közismert, illetve Magyarországon sűrűn használt program az, amelyik fel tudja deríteni, melyik tudja eltávolítani. És ha már itt tartunk, akkor szóba kell kerülni azoknak a kollégáknak, akik helyett most én állok itt, ami kellően megtisztelő számomra. Endrédi Gábor nevét az előbb már láthattátok Lajos barátom előadásában. Ő az egyetlen olyan kollega, aki a kezdetektől a végig velünk dolgozott, vagy velem dolgozott. Kis János Szegedi Imre kollega, aki a megszerzett információk publikálásában, és hát az Imre a szkenner szoftvereink és egyéb védelmi szoftvereink fejlesztésében is komolyan részt vett. És minek utána oda van írva, hogy a konkurencia természetesen utánunk egy kicsivel, néhány évvel, aztán Leithold Feri is bekapcsolódott, ugye ő készítette a Checkvirt, Szappanos Gábor nevét is meg kell említeni, akik
a vírusbusztert ma is műveli, illetve hát Szőr Pétert, aki talán a legfiatalabb ebbe az öreg csapatba, aki ma a Symantec egyik vezetőfejlesztője, és tegnap láttam itt a könyvkiállításon egy hihetetlen könyvet írt, körülbelül 5 évvel ezelőtt jelent meg az Egyesült Államokban erről a témáról. Nos, ez volt talán a mese része a dolognak. Én a következőkben meg fogok kísérelni valamit, amit azt hiszem, hogy élő ember nem mert még nyilvánosság előtt megtenni, legalábbis én nem tudok róla. Szeretném elmondani nektek, hogy miért változott meg az a filozófia a mi részünkről, ami láthatóan ma még mindig uralkodik, mi pedig nem ezt az utat választottuk. Gondoljátok meg, hogy 1991 végére durván 1500 vírusról tudtunk, és 1200 környékén volt a megértett, megfejtett vírusok száma. A fejlődés, ha egyáltalán ilyen szót lehet használni az emberi galátságból fakadó programokra, hogy fejlődés, az hihetetlen volt. Ugyanakkor arra is fel kellett figyelni, hogy a legtöbb vírus nem eredeti alkotás, nem tartalmaz szinte semmi mást, mint valamilyen módon megváltoztatja a dolgokat. Nem péntek 13, hanem kedd 8-a. Szerencsétlenségemre az előbb említett Endrédi Gábor kollégám és én nem ugyanabban az évben, de egy napon születtünk, amikor a könyv megjelent. Nagyon rövid idő alatt volt június 23-ára aktiválódó vírusból ezerféle vírusból, amelyik mindegyik aznap aktiválódik. Egyszerűen nem győztük értelmesen megfejteni őket, és a mutációk belsejéből kikeresni azokat a dolgokat, amivel a nagyszerű szerző megváltoztatta a tartalmát. Egyszerűen valahogy úgy kellett ezt a dolgot megoldanunk, hogy a naprakészségét megtartsuk ennek a szerkezetnek. De ez szinte lehetetlen. Gondoljátok meg, nincs internet, nincs egy webszerver, ahova be lehet jelentkezni, vagy egy bármilyen szerver, ahova be lehet jelentkezni, és letölthetem saját frissítéseimet. Aki ezt elkérte, megkapta, megvásárolta, és itt bármelyik szoftverről van szó, Checkvírről, mi programjainkról, másról, annak bizony postán küldözgettük flopin. Na most ebből az következett, hogy valaki mindig ráfázott erre a történetre, aki elsőként kapta el, attól mi valahogyan megszereztük, aztán a többiek azok esetleg megmenekültek. Voltak virulensebb vírusaink, amik nagyon gyorsan terjedtek. Volt, amik szándékosan küldtek floppy lemezeket, AIDS tájékoztató lemezt, és így tovább, és valamivel meg voltak fertőzve. Ezért aztán valami olyasmi után kezdtünk gondolkodni, ami Mi történt itt? Vírus. 100%. Aha. No, csak előjött. Szóval felmerült a következő kérdés bennünk, hogy van-e valami azon kívül, hogy azt tudjuk, hogy az élő anyag szimulációja a vírus. De találhatunk-e valami olyan összefüggést? Találhatunk-e olyan tulajdonságokat? És van-e bátorságunk-e kettőt egymás mellé állítani, mármint a biológiai vírus tulajdonságait és a számítógép vírus tulajdonságait? Ha ezt megtettük, akkor tudunk-e abból olyan következtetéseket esetleg levonni, aminek az a folyamánya, hogy tanulhatunk a humán virológiától. Van-e egyáltalán ennek a dolognak valamilyen értelme? Én elég sok időt eltöltöttem az időtájt a Magyar Honvédség Virológiai Intézetébe. Azt nem mondom, hogy virológus lettem, de nagyon-nagyon sok mindent megtanultam. És például szerencsés voltam, láttam ebolát élőbe, ami azért kevés embernek adatik meg. Nos, ezek után a tanulmányok után megpróbáltuk ráhúzni ezt a dolgot. Megpróbáltuk valóban összehasonlítani a két dolgot. És azt kell mondjam, hogy találtunk értelmes dolgokat erre. Nézzünk néhányat ebből, nagyon sokáig lehetne, és én nagyon igyekszem, hogy beleférjek az időbe.
Ugye vegyük az első ilyen tulajdonságot, amit érdemes megemlíteni, az, hogy borzasztó kicsi. Tehát egy influenza vírus mérhetetlenül kicsi szabad szemmel, így nem is igen látható. Gondoljuk meg, hogy az MS-DOS akkori átlagmérete, összes programelemének átlagmérete volt 25 ezer byte környékén, egy vírus pedig legkisebb 31, és a legnagyobb az is néhány ezer byte-nyi. Tehát ez a tulajdonsága ugye nagy vonalakban stimmel a két dolognak. Ha meg beleszámoltok ilyen fordító programokat, mint Clipper, akkor meg 150 ezer byte alatt nem volt egyetlen egy exekód sem. Nézzük a következőt. Egy adott környezethez ragaszkodik. Csak abban képes létezni mind a kettő. Ugye, ha egy hepatitis vírusra gondoltok, a világon semmi baja nem lesz a kutyának tőle. Az égvilágon semmi, de fordítva is igaz ez. A kutyákra életveszélyes babézia, a macskával semmit nem csinál, meg az emberrel se. Ugyanez igaz megint csak a számítógép vírusra, hiszen a PC utasítás készlete egyfajta, a rajta futó MS-DOS funkcionális szerkezete szintén ugyanaz, tehát attól eltekintve, hogy lehet írni vírust Apple-re is és MS-DOS környezetre is, de az két külön kód lesz. Csak és kizárólag abban a környezetben képes létezni. A biológiai vírus ugye nem más, mint egy RNS lánc. És csak egyetlen tulajdonsága van, egy dolgot tud, hogy a megfertőzött szervezet sejtjeiben kicserél egy darabot, arra kényszerítve a sejtet, hogy amikor az szaporodik, a vírust is szaporítsa. Mi történik a számítógépben? Pontosan ugyanez. Ha a számítógép egy programját egy sejtnek tekintjük, akkor a fertőzés következtében arra kényszerítjük ezt a programot, hogy amikor az elindul, elsőként a víruskódot hajtsa végre, és majd csak ezután foglalkozzon azzal a funkcionális valamivel, amire őt szánták. Kihasználja mindkettő a saját környezetét. Ez természetes is a kicsiségéből következően, hiszen nem rendelkezhet egy biológiai vírus olyan tulajdonságokkal, hogy jön, megy, intézkedik, lélegzik, és így tovább. Ugye? Mert ha ez így lenne, akkor olyan nyomot hagyna a fertőzés pillanatában az emberen, amit azonnal észrevenne. PC, mit csinál a számítógép vírus? DOS, ugye múltról beszélünk, a DOS funkcionalitását használja, a BIOS funkcionalitását használja, nincs neki diszk műveleteket vezérlő része. Minek? Titkosít valamit, aztán megkéri a BIOS-t, írja le. Átkódol valamit, és ugyanezt teszi. Ugyanakkor egy nagyon fontos tulajdonság még, hogy az érzékszerveink által érzékelhetetlen mindkettő. Sem az ember nem érzi azt a pillanatot, amikor megfertőződött, sem a számítógép kezelője maga, a gép önmagában a számítógép nem képes ezt érzékelni. És hát van még egy nagyon-nagyon fontos tulajdonság, majd ez még sokat fog jelenteni, ez pedig a lappangása. Mindaz a ártó szándékú program sokkal inkább tekinthető puskagolyónak, nyilvesszőnek, ami azonnali halált okoz, és nem nevezhető vírusnak. A vírusnak egy lételeme van, ő szaporodni szeretne, és megfelelő szituációban valamit rombolni. Ergo, ahhoz, hogy ő ezt a célt elérhesse, egy bizonyos ideig biztosan el kell bújnia a szemlélődők elől. No, ezt a tulajdonságát kell ennek a dolognak megfogni. A legnagyobb probléma ez a egész számítógépes vírus kategóriában, hogy nem vesszük észre időbe. Gondoljuk meg, mi történne akkor, hogyha az emberi szervezet értesülne arról a pillanatról, amikor megfertőződik. Én azt gondolom, hogy a társadalmunk már épített volna kis üvegkeszonokat az utca szélén, és minden jó érzésű ember ebbe a pillanatba bemenne ebbe a keszonba. Onnan se kisebe. Az biztos, hogy ő akár bele is halhat ebbe a fertőzésbe, de hogy a járvány, mint egy új fogalom ebbe a témában nem alakul ki, az is biztos. Ebből az következik tehát, hogy ha le tudnánk csökkenteni a számítógépvírusok lappangási idejét nullára, tehát azonnal érzékelnénk azt a pillanatot, amikor a fertőzés bármi okán megtörténik, akkor egy adott gépet, egy adott programot kiírthatunk ebből a rendszerből, anélkül, hogy járványos, Lajos által említett 88-as járványos haláleset lenne a számítógépeink között.
tanultunk a vírusoktól, és ennek következtében úgy gondoltuk, hogy milyen szerencsés helyzetben vagyunk, mert mi pontosan tudjuk, hogy egy programnak hogyan kell kinéznie. Hát miért nem immunizáljuk ezt a programot? Hát mi is tudunk egy olyan kódot írni, ami a program első utasításai környékét megvizsgálja, onnan kiveszi, ami ott van, saját magát beteszi a program végére, úgy állítja be a programot, hogy ezzel induljon, leellenőrzi, hogy a saját maga mögötti rész tisztája, magyarán ő van-e a program végén, ha igen, akkor minden rendben van, ha nem, akkor borzasztó egyszerűen annyit csinál, fogja a maga mögött lévő részt, kivágja, visszarakja a program elejére mindazokat, amik ott voltak, és megvan oldva a probléma, a vírus ki van írtva. Ugyanakkor természetesen szólhat a kezelőnek, hogy hoppá, itt valami disznóság volt. Sajnos azonban ez a megoldás megbukott. Nem volt igazán szerencsés. Egyszerűen csak azért, mert voltak olyan kódok, amelyek önmagukat védték bizonyos másolásvédelmi kérdésekben, vagy rendelkeztek valamilyen kontrollszám ellenőrző algoritmussal, és bizony nem tűrték az immunizálást. Ugyanakkor, hiszitek nem, egy placebo hatást váltott ki a felhasználókban. Azt gondolták, hogy ha itt most minden immunizálva van, akkor itt már baj nem lehet, és nem is foglalkoztak azokkal az üzenetekkel, amik előkerültek adott esetben. Ugyanakkor, mondtam az előbb, hogy vírustól tanulva csináltuk mi is ezt, az idegen víruskereső szoftverek bizony sokszor vírusként azonosították az önvédelmi részt is. Mert hogy ugye nagyon hasonló, olyan illegális utasításokat végeztünk, vagy hát nem illegális, de szokatlan egy programkód belsejében, amit bizony egy-egy kezdő heurisztikus algoritmus már víruskódnak értékelt. De egy dolgot biztosan elértünk ezzel a kísérlettel. Azt, hogy radikálisan csökkent a lappangási idő. Azok a rendszerek, ahol ilyen hasonló megoldást használtak, és nem csupán vírust kerestek, azok teljesen megborulni már nem tudtak. Sokkal előbb figyelmeztette a rendszer az adott kezelőt erre. És nem tudom, feltűnt a hallgatóságnak, de én itt már nem beszélek az utóbbi percekben arról, hogy ilyen vírus vagy olyan vírus. Az elején még beszéltem Cascade-ról, péntek 13-ról, most már nem. Annyi a filozófia változása, és én ezt ma is fenntartom, hogy nem számítógép vírusokat kell megkeresni. Én megmondom őszintén, borzasztóan nem érdekel engem, hogy influenza A, B vagy C variánstól nagyok náthás. Egyetlen dolog érdekes, hogy egészségben maradjak, ha csak lehet. Na, erre törekedtünk akkor, és hittük, nagyon keményen hittük, hogy meg is lehet ezt csinálni. Az előadás utolsó része egy olyan megoldást próbál meg elmondani, amelyik működött, de aztán elfelejtették. Elfelejtette a világ, el kellett, hogy felejtse a világ. Nagyon sok cég kezdett el akkoriban azzal foglalkozni, hogy hardware alapú megoldást építsünk. Egyszerűen azért, mert egyetlen egy szoftver megoldás sem élte túl Endrédi Gábor vagy Szegedi Imre kollégám kezét és eszét. Olyat nem lehetett csinálni egy DOSZ környezetben, aminek a világon semmiféle védelmi eszköze nem volt, hogy azt ne tudjuk néhány perc alatt kikapcsolni, vagy viszájára fordítani a hatását. Egyetlen egy dolgot tehettünk, és ezt többen meg is kísérelték, hogy egy olyan hardware támogatott eszközt készítünk, amit nem lehet kikapcsolni. Ugye, mert ahhoz szét kell szerelni a gépet, természetesen ez is lehet, csak az egy másik nézőpont már. Az egésznek az alapja a következő. Vegyünk elő minden tudást és lehetőséget arra, hogy leellenőrizzük a programjainkat. Hogy mi ez a világon gyártott összes létező szkenner szoftver. Magyarok, külföldiek, mindegyik. Próbáljuk megállapítani, milyen compiler készítette azt a kódot. Egy Latice C, Vatcom C, Borland Delphi, Clipper, bárki. Ha egy kód úgy kezdődik, ahogy a Latice C fordította verzió ilyen vagy olyan, nyugodtan mondhatjuk rá, hogy tiszta. Amit tudunk, tegyünk meg. Ember, gép, bármilyen erőforrást erre vegyünk igénybe. Aztán minek utána jól tudjuk, hogy hogyan kell egy programnak a indulási környezeteit ellenőrizni, próbáljuk meg jellemzőket rögzíteni erről a programról.
Magyarán nem úgy, mint az önvédelemnél tettük, hogy az önvédelem önmagáról tudta, vegyük ezt le róla, hogy ne legyen ilyen másolásvédelmi gondja ez az amaz. És tároljuk el ezt egy adatbázisba, vagy valamilyen tárolóeszközbe. A harmadik, nagyon fontos dolog, hogy telepítsünk minden egyes számítógépbe egy olyan hardvereszközt, ami kézben tartja a BIOS műveleteit, a bootolás folyamatát, miután a DOS betöltődött annak összes releváns függvényét. És mondjuk azt ki, hogy csak az a program futhat, amelyik rendelkezik minősítéssel, rendelkezik ez az adatbázisbeli nyilvántartásunkkal. Amennyiben ez megvan, és megfelel annak, hadd menjen. Ha nincs meg, nincs minősítése, vagy eltér attól, akkor meg nem indulhat el. No, ez az elméletben, vagy ebben az elméletben azt gondolhatják nagyon sokan, hogy hopp, és akkor mi van, hogyha nem ismertük fel azt a vírust, ami benne volt. A válasz meg az, hogy semmi. Miért? Képzeljétek el, hogy van 100 programotok, ami tételezzük fel tiszta volt. Van mindegyiknek egy jellemző minősítése. Valaki hoz egy 101-et. Az fertőzött. Olyasmivel, amit nem ismerünk fel. Minősítjük. Mit fogunk minősíteni? A vírus belépési környezetét. Elindul. Mit fog tenni? Egyet megfertőz a 100-ból. Az elindul? Nem. Magyarán szólva, jelzést kapunk, lappangási idő 0. Egyetlen egy olyan programunk van csak, amelyik jónak tűnik, és van ebben a fertőzöttben egy, amelyik rossznak tűnik, de ha most minősítenénk, pont olyan, mint az, amelyik rossz, amelyik jónak tűnik. Remélem elég érthető voltam. Analitikai célokra fel tudtuk használni azt, hogy hagytukat fertőzzön. Amilyen variációi voltak, össze lehetett egy automatával hasonlítani, hogy ki meg lehetett találni, de nem volt cél. Nem volt cél. Nem az volt a cél, hogy vírust keressünk, hanem az, hogy egészségben tartsunk egy számítógépes rendszert. Azt mondja valaki erre gyorsan, hogy ez hardware és drága. Egy fenét. Akkoriban minden Ethernet kártyán volt egy remote EEPROM hely, amiben be lehetett rakni egy EEPROMot. Ez beépült BIOS kiterjesztésként. Egy EEPROM árába került egy ilyen rendszer. És még egy dolog, hogy mi lett a következménye. 94-95 környéken több vállalatkórház, középiskola, mint az egyik nagyon veszélyes terület használta, és egy dolgot biztosan mondhatok, egyetlen egy vírus által okozott tömeges pusztulás nem történt. Fertőzések voltak, mindegyiket nagyon rövid idő alatt meg lehetett fogni, de sajnos fejlődött a hardware, eltűntek az EEPROM helyek, jött a Windows, és megállt a világ. Köszönöm szépen a figyelmet. Egyetlen dologgal tartozom még, egy kérdés. Lehet, hogy én veszek itt ma, aki csúnya kérdést fog föltenni. Szóval, ha már bootvírusról volt szó, meg tudja-e valaki mondani, hogy még ma is egy boot szektor utolsó két bájtja, miért 55 AA szabatosan? Miért pont 55 AA, és miért nem más? Nem. Nem. Még egy kísérlet, igen. Nem a lemez kellett így kalibrálni. Nem. Ennél sokkal messzebb nem vissza. Húha. Tanakodtam rajta, hogy ilyesmit megmerjek-e kérdezni. Akkor, ha még van ennyi időnk, elmondhatom, miért? Hát ugye azt tudjátok, úgy kezdődött a dolog, hogy voltak 8-bites számítógépek, és piszkosul erről alkottak. Ezek a Commodore, meg ZX Spectrum kategóriájú masinák, és az IBM úgy döntött, hogy hű, akkor ő most csinálni fog egy mafra nagy gépet, amiben ugye 640 bájtnyi memória volt elhelyezhető aktív operatív memóriának, a többit meg a videó, meg BIOS, meg egyéb más töltötte ki. Most azt is tudni kell, hogy az XT-k azok egybites memória csippekből álltak.
Azaz, úgy jött össze egy memória modul, hogy volt 9 darab chip egymás mellett, mindegyikben volt 64 kilobit, így szépen sorba. Úgy alkották meg ezt az egész szerkezetet, és azért 55 AA, mert gondoskodik róla a BIOS, hogy egy olyan memória címre kerüljön betöltésre, ez a bizonyos boot sector, annak 512 bájtja, ami biztosan ezen a egy adott fizikailag létező chipen belül van. Sohasem lóg át a BIOS egyik chipből a másikba. Na most, annak a valószínűsége, hogy egy memória chip úgy romlik el, hogy a helyesen mondott 1-0-0-0-1-0-1-0 helyett éppen megfordul minden, és még a paritásbit is hibás, majd a következő benne lévő sor, meg pont fordítva romlik el, ennek 2 a mínusz nem is tudom megmondani. Borzalmasan kicsi az esélye. Na ezért 55 a ma is.